A tél közelettével az otthonainkat is fel kell készítenünk a hideg időszakra. Első lépésként a vízórák aknáit alaposan le kell szigetelnünk. A felszínek azok az órák vannak kitéve, amelyek ingatlanokat nem laknak. És azokat szabadon vannak itt, és nagyon könnyen előfordulhat az, hogy szépen a vezetékből visszafagy az óra, és utána, amikor kienged, akkor óriási mennyiségű víz folyik el a rendszerbe. A kerti csapokra is oda kell figyelni. A fagytalanító csapon keresztül le kell engedni a vizet. Arra kell odafigyelni, hogy a fagytalanító csapok ütközésig legyenek állítva, mert ha közbenső állapotban áll meg a fagytalanító csap, akkor közben állandóan engedi nagyon halványan, illetve kis mennyiségben a vizet a földbe, amit észre sem lehet venni, csak amikor tavasszal leolvassuk a vízórát, egy óriási vízmennyiség belefog menni a vízmérőórába. A szakértők azt javasolják, hogy a fűtési szezon kezdet előtt mindenképpen végezzenek karbantartási munkálatokat, ehhez kérik a TIGÁZ, illetve a megfelelő szakember segítségét. Javasoljuk a fogyasztóknak, hogy egy évente legalább egy alkalommal fűtési szezon előtt a készülékeiket felülvizsgáltassák, illetve olyan karbantartásokat, javításokat, újraszabályozásokat végeztessenek el, ami befolyásolja a gazdaságos működést, hiszen nem mindegy, hogy mennyit fizetünk a gázért, illetve biztonságos szempontjából is, műszaki biztonság szempontból nagyon fontos, hogy jól működjön, illetve jól működjenek a készülékek. Bővebb tájékoztatásért bátran fordulhatnak a TIGÁZ-hoz. Változás azonban, hogy a Radnóti tér 7-ből a Radnóti tér 2-be költöztek. Az ügyfélszolgálat jelenleg még a régi telephelyen üzemel, de decembertől már azt is áthelyezik.